Talán a hagyományos családmodellről mindenkinek vannak elképzelései, és talán tudatosan építik is azt fel, de mi történik akkor, hogyha a házasság vagy az együttélés nem sikerül, és később úgy döntenek a felek, hogy mozaik családot alkotnak. Erről beszélgetünk ma az Úton magazinban. Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm a stúdióban Egei Tíme, a pszichológiai mentort és mediátort. Üdvözletem mindenkinek! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm. Kezdjük is szerintem az elején. Mi az az életút, ami után az ember úgy dönt, hogy mozaik családot alakít, és mitől speciális ez a helyzet? Talán pont amiatt, hogy egy kicsit visszafele kell tekinteni, hogy mi minden az, ami a hátunk mögött van. Nem tudom. Végül is egyre kevésbé speciális, tekintve azt, hogy milyen sokan élünk ma már ilyen felállásban. Tehát ez a bizonyos mozaik család, ez annyiban eltérő a hagyományos családmodelltől, hogy ide valaki becsatlakozik. Tehát a hagyományos családmodell az úgy alakul ki, hogy van egy párkapcsolat, és aztán lesznek a gyerekek. Ebben az esetben arról beszélünk, hogy és különböző felállásokban fordulhat elő, hogy van egy anya egy gyerekkel, egy apa egy gyerekkel, felnőtt gyerekkel, kisgyerekkel, ahova valaki becsatlakozik. Aztán még az is lehet, hogy lesz az a felállás, hogy én gyerekem, te gyereked, lesz közös gyerekünk. Én például ilyenben élek most már 20 éve. Akkor megvalósítható. Abszolút megvalósítható. Csak ne rohanjunk még ennyire előre. Ne rohanjunk ilyen ennyire előre. Nem feltétlenül egyszerű, de működtethető. Mi okozza a legnagyobb veszélyt a mozaik családoknak? Mi az, amiből, lehet, hogy nem jó a megfogalmazás, de hátrányból indulnak a hagyományos család modellhez képest? Hát jóval nagyobb tolerancia, meg tűréshatár kell a dolgokhoz, és nagyon sok emberhez kell alkalmazkodni. Olvastam egy könyvben, nem tudom, kinek tulajdonítható a mondás, de nem saját kutfőből származik, hogy a mozaik család olyan, mint Velence, tele van hidacskákkal, meg kis csatornákkal. Tehát, hogy nem egy sima, egyszerű dolog, nem olyan, mint egy egyenes út, hanem tele van elágazásokkal, és minél több az elágazás, annál több a buktató. Minél több ember van benne, annál nehezebb ezt az egészet úgy összehangolni, hogy mint egy egységes egész, aztán kiadja a mozaiknak azt a bizonyos mintáját, és ne ilyen töredezett jellege legyen. Azt hiszem, hogy képletesen így lehetne ezt megfogalmazni, hogy ez a legnehezebb, a mintázatot meglátni, miután a darabok kiadták. Ez a mintázat, ez hogyan kell, hogy kinézzen, hogy a család minden elemének kielégítő legyen ez az új közösség? Na, ez a legnehezebb, hogy egyrészt megtaláljuk ezt a mintát, másrészt pedig, mivel minden mozaik család, azt mondom, hogy egyedi, természetesen vannak sajátosságok, vannak jegyek, vannak ismétlődő motívumok, mert valamiből csak levonjuk a konzekvenciát, de alapvetően mindegyik család egyedi. És attól, hogy mondjuk ugyanaz a felállás két mozaik családban, hogy én gyerekem, vagy csak te gyereked, vagy közös gyerek is, attól még a problémák jellege természetesen ugyanolyan lehet, de minden család más, mert minden ember más, és én azt szoktam mondani, hogy minden egyes mozaik család problémát ugyanúgy, mint bárkinek a pszichés vagy lelki problémáit egyénre szabottan kell megoldani. Tehát, hogy van egy terápiás folyamat, hogy megint csak képletesen szóljak, de alapvetően nem mindenkire lehet ugyanazt a sémát ráhúzni. Tehát egy picit alakítgatni kell, és ugyanez a helyzet a mozaik családdal is. Tehát attól, hogy vannak bizonyos jellegű problémák, gondok vagy nehézségek, attól még mindig az egyént és a családot kell külön nézni. Tehát külön az egyén is nagyon fontos, és a család is, ha jól értem. Igen. Igen. Melyek azok az ismétlődő motívumok, amikről egy kicsit beszélhetünk, egy picit konkrétabban tudjuk felfedni ezt a témát? Hát itt van rögtön az én gyerekem, meg a te gyereked című ismétlődő motívum. Ez nagyon nagy nehézséget szokott okozni sok embernek, elfogadni azt, hogy a párom, akit egyébként én nagyon szeretek, és aki egyébként nagyon szeret engem, teszem azt, az én gyerekem nem úgy szereti, ahogy én szerettem a sajátomat, és én sem úgy tudom szeretni az övét. És hogy meg tud jelenni a párkapcsolatban, vagy a kapcsolatban, házasságban, ilyenkor egy ilyen ki nem mondott nehezítő tényként egy ilyen elvárás,
hogy ugyanúgy szeresd a gyerekemet, ahogy én szeretem a sajátomat, de ez irreális. Elképzelhetetlen, nem? Irreális. Azt gondolom, hogy természetesen vannak olyan élethelyzetek, vannak családok, vannak emberek, akiknek ez nem okoz nehézséget. De alapvetően a mozaik családoknak az egyik első számú szabálya elfogadni azt, hogy a sajátját mindenki egy kicsit jobban. Lehet, hogy unortodox gondolat ezt így kimondani, de az én élettapasztalatom, munkatapasztalatom azt mutatja, hogy valamiféle különbség azért mindig van az ember szívében. És ez hogyan okozhat a mindennapi életben konfliktusokat? Rögtön más lesz a toleranciánk, a tűréshatárunk, a tűrésküszöbünk, amikor az én gyerekem hülyeségeiről van szó, vagy amikor a másik gyerekének a hülyeségeiről van szó. Tehát vannak olyan dolgok, amik fölött könnyedén elsiklom, hiszen az én gyerekem, ez tök természetes, hogy ő ilyen, hogy ő ezt tette, és ezt el tudom fogadni. De amikor vaskosan ugyanezt kapom a másiknak a gyerekétől, akkor nem biztos, hogy minden alkalommal ennyire frankon tudom ezt tolerálni, mint a sajátomnál, vagy nem biztos, hogy ugyanolyan elfogulatlanul, vagy elfogultan, nézőpont kérdése, tudom kezelni a dolgot. És akkor ez a hétköznapokban ez azért egy elég nagy surlódási felület lehet, hogy amit az enyémnek elnézek, a tiédnek nem feltétlenül, vagy fordítva. Vagy az, hogy ki mennyire áll ki a párjával szemben a gyerek mellett. Tehát alapvetően már nem is jó a megfogalmazás, hiszen a mozaik család, ha mondhatjuk azt szabályai szerint, az lenne a jó, hogy ne a gyerek ellen, hanem a gyerek mellé sorakozzunk fel egységesen, mi szülők. Mint ahogy egy hagyományos családban is tennénk. Tehát, hogy rég rossz, hogyha anya meg apa szemben állnak, és a gyereknek valaki mellé kell felsorakozni, vagy valakinek a pártját fogjuk. Tehát alapvetően összefogunk, és valamiféle egységfrontot próbálunk mutatni, és nem a gyerek ellen, hanem a gyerekért, vagy a gyerekekért. Ha jól értem, akkor a mozaik családban is mindkét felnőtt fél valamiféleképpen azért összülő kell, hogy mindenképpen legyen. Szülő kell, hogy legyen, viszont, és ez egy ismét egy szabály, ha már szabályokról beszélünk, hogy nem lehetek a másik gyerekének a nevelő szülője. Tehát, hogy betölthetem azt a funkciót, ha mondjuk egészen pici kora óta jelen vagyok az életében, de alapvetően a másik gyerekének a nevelése, a fegyelmezése az nem az én dolgom. Tehát, hogy amit mi becsatlakozó felek tudunk tenni egy ilyen esetben, az az, hogy egyrészt valamiféle tiszteletet megpróbálunk kivívni példamutatással, tehát nem kényszerrel, és elnyerni a gyereknek a bizalmát, és első körben a barátságát. Ami néha, megmondom, nagyon nehéz. Minél kisebb egy gyermek, ez talán annál könnyebben megy, mert annál könnyebb felépíteni ezt a dolgot. Most becsatlakozni egy olyan családba, ahol mondjuk két kamasz gyerek van, onnan nehezebb talán. Hát nem azt mondom, hogy esélytelen, mert nyilván nem, de nagyon meg kell találni azt az utat és azt a módot, ahogyan megközelítjük ezeket a gyerekeket. De semmiképpen nem azzal, hogy úgy próbálom meg kivívni a gyerekeknek a tiszteletét, hogy bármilyen parancssal vagy keménykedéssel. Tehát nem én fegyelmezek, nem én nevelek. Én a sajátomat, mindenki a sajátját. Mennyire tud ez mégis egységes maradni akkor a szülőkép, hogyha igazából egy szülő van, és ugyanúgy két egyedülálló szülő áll mondjuk egymás mellett az új családban? Borzasztó fontos, hogy a szülők megtanuljanak együttműködni, úgy kooperálni egymással, hogy tehát a gyerek mindig a kisebb ellenállás fele megy el, mindig ott tágítja a határokat, és mindig ott lép fel, ahol úgy érzi, hogy lehet. Na most, ha ő megérzi, hogy a felek között, a szülők között, a párok között van valamiféle kimondott vagy ki nem mondott feszültség, akkor a gyermek ki fogja ezt használni, és nem azért, mert gonosz vagy rosszat akar tenni, hanem mert gyerek. És alapvetően borzasztó nehéz eleve abból az alappozícióból indulni, hogy a gyereknek alapvetően nem rám, mint becsatlakozóra van szüksége, a gyereknek az édesanyjára és az édesapjára lenne szüksége alap esetben. Vagy attól függ, hogy milyen felállású az a család. Hogyan lehet a gyerekeknek mégis megkönnyíteni ezt az átállást, az együttélést, és hogy könnyebbé tenni azt, hogy biztonságosabb, biztonságban érezze magát ebben a családban? Eleve nem kellene szerintem beleerőltetni a gyerekeket olyan felállásokba és olyan kapcsolatokba, amelyek nem stabilak.
Tehát, hogy nem kell minden harmadik barátomat, barátnőmet bemutatni a gyereknek, vagy mindegyiket. Én azt gondolom, hogy a gyerek életébe akkor célszerű bevezetni a társamat, ha mi úgy gondoljuk, hogy tényleg társak vagyunk. És azzal a fajta nyitottsággal, barátságossággal, és megközelítve a gyerek nyelvét. Borzasztóan bonyolult a dolog, mert a gyereket nagyon sok minden befolyásolja, akár a másik szülő is. Kaphat a gyerek olyan impulzusokat, amelyek nem feltétlenül jók vagy szerencsések. Kaphat a gyerek egy predispozíciót, egyfajta előítéletet egy másik családból, akár nagyszülőktől, akár a másik szülőtől, ami nagyon megkönnyíti aztán a becsatlakozónak a dolgát. Tehát, hogy nem is mindegyik ilyen kapcsolat viseli, vagy tűri ezt el, vagy tud ezen túllendülni. Tehát, hogy tudatosság kell hozzá, borzasztó sok türelem, tolerancia és szeretet. Akkor is, hogyha a sajátomat másképp szeretem, tudom a másik gyerekét is úgy tisztelni és szeretni, hogy ő ebből egyfajta bizalmat fog érezni. És én azt gondolom, hogy az érzelmi biztonság meg a bizalom az, amire a gyereknek első körben, bármilyen gyereknek első körben szüksége van. És mondjuk mennyire gyakori probléma az, hogy a két külön házasságból érkező gyerekek hogy jönnek ki egymással? Változó. Ez is tud egy surlódási felület lenni, hogy nem kedvelik, vagy nem szeretik egymást. Ilyenkor le kell ülni, és el kell nekik mondani, hogy tudjuk, hogy az nagyon nehéz, hogy két azonos korú ember gyereket összeterelünk, és azt mondjuk, hogy nektek jól ki kell jönni egymásról, vagy nektek szeretnetek kell egymást. Tehát elég, ha a gyerekek ebben az esetben tiszteletben tartják, hogy van a másik, és ez az én anyámnak, apámnak, valamelyik szülőmnek, ez fontos. Tehát, hogy nem kivitelezhetetlen. Hát nálunk felnőtteknél se úgy működik a dolog, hogyha összeterelgetnek valakivel, akkor tudunk haverok lenni. Mennyire legyen a gyerekeknek befolyása, beleszólása a család életébe? Azt gondolom, hogy fontos a gyereknek a véleménye, meg nagyon fontos az, hogy bizonyos esetekben és helyzetekben partnerként kezeljük a gyereket. De, ahogy mondani szoktam, nem a csík tolja a repülőt. Tehát, hogy nem egy hagyományos családnak sem úgy a gyerek köré kell szerveződni, hogy a gyereknek rendeljünk alá mindent. És én azt gondolom, hogy ugyanez érvényes egy mozaik családra is. És itt nagyon fontos a szülőknek az együttműködése, meg az a bizonyos egységfront, amit említettem. Tehát, hogy nem a gyerek a főnök a családban, az soha nem egy egészséges felállás, sem egy hagyományos, sem egy mozaik, sem egy semmilyen családban nem egészséges ez a felállás. Mert a gyerekek akarva, akaratlanul, tudatosan vagy tudattalanul, de nagyon vissza fognak ezzel élni. És az nagyon nehéz lesz a szülőknek. Arról nem is beszélve, hogy minden gyereknek kell egyfajta kontroll. Szoktuk mondani, hogy nem nő, mint a vadkender. Mindenképpen akkor szükségesek a szabályok ebben a tekintetben is. Abszolút. És kommunikálni, lekommunikálni a szabályokat. Tehát, hogy a szabályoknak nem úgy kellene jelen lenniük semmilyen családban, hogy kimondatlan elvárásokként, vagy hogy homályosan ugye a fejemben van, hogy ezt így kell, vagy muszáj így csinálni, hanem beszélni kell róla. Tehát minél világosabban, minél explicitebben van megfogalmazva egy kérés, vagy egy igény, és akkor nem mondjuk azt, hogy elvárás, vagy szabály, szerintem annál jobb. És hogy ennek a dolognak a kommunikációjánál rettentő fontos az a bizonyos technika, amit úgy nevezünk, hogy én közlés. Én azt szeretném tőled kérni, hogy nekem az esne jól. Tehát, hogy nem ítélkezünk, nem parancsolunk, nem kontrollálunk, hanem valami olyasmit fogalmazzunk meg, ami nekem jól esne, vagy jó lenne. Tehát ez egy ilyen alapkommunikációs trükk. Bár nem trükk. Melyek azok a problémák, amivel felszokták önt keresni? Nyilván a praxisában már korábban is elmondta, hogy nagyon sokan keresik fel mozaik családok azért, hogy jobban tudjanak együttműködni. Melyek még azok a tipikus problémák, amelyek előfordulhatnak? Hát rögtön ez, amiről beszéltünk, a másik gyerekének a fegyelmezése, nevelése, mennyire szólhatok bele, nem szólhatok bele, de hát én látom, hogy rosszul csinálja. Tehát, hogy ez nagyon tipikus, ez nagyon meg szokta rontani a kapcsolatot, illetve az exek. Mennyi teret engedünk
nekik a jelenlegi életünkben, a volt kapcsolatainknak, a gyerekek szüleinek, stb. Stb. Tehát, hogy ezek borzasztó nagy konfliktusokat tudnak generálni. Tehát amikor nincsenek meghúzva bizonyos határok. Mert onnantól kezdve, hogy tehát lehet, hogy én mondjuk elváltan élek, és a gyerekemnek az apja bizonyos mértékig részt vesz az életünkben, úgyis, hogy el vagyunk válva, de onnantól kezdve, hogy nekem lesz egy párkapcsolatom, ott más szabályokat kell lefektetni. Már nem ugyanaz, egy teljesen egyszerű példa, nem ugyanaz a bejárás. Mert lehet, hogy ő addig szabadon jött, ment, és úgy hozta és vitte a gyereket, ahogy jónak látta, és ez volt a megállapodásunk. De onnantól kezdve, hogy alkalmazkodni kell egy olyan félhez, aki az én társam lett mától, onnantól kezdve az exnek ezt nem csak, hogy tudomásul kell venni, de hogy ez is olyan, hogy beszélni kell róla. Melyek azok a szabályok, ami mondjuk az exek tekintetében mindkét fél számára, és legfőképpen a gyerek számára kielégítőek? Nagyon nehéz ezt a határt megtalálni. Nem tudom, hogy itt konkrétan szabályokról beszélhetünk-e. Én inkább azt mondanám, hogy lefektetett elvekről, és ez minden családban más. Mert hogy én láttam olyan családokat is, ahol nagyon jól működnek azok a családi ünnepek, ahol az összes jelenlegi, meg ex is ott van, meg az összes gyerek, és tényleg olyanok, mint egy ilyen nagy mediterrán boldog család, és vannak olyan családok, ahol még tehát az se lehet, az sem megengedett, hogy fölvegye a telefont, hogyha az exe keresi. Nem baj, ha a gyerekkel kapcsolatban. Tehát, hogy borzasztó nagy féltékenységi rohamok, meg jelenetek, meg mindenféle hiszti szokott ebből lenni. Tehát ez ilyen egyéni dolog. Tehát, hogy meg kell néznem, hogy nekem mi fér bele, a páromnak mi fér bele, az exemnek mi fér bele. Nyilván a gyerek szempontjából az lenne a jó, ha mindenki jóba lenne mindenkivel, számukra elfogadható szinten, mert az ellenségeskedés, a kiabálás, az egymás ellennevelés, az aknamunka, az soha semmi jóra nem vezet. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a szülőknek maximálisan azt kellene szem előtt tartani, hogy tulajdonképpen ez a gyerekről szól. Tehát, hogy az ex-el való kapcsolattartás, a gyerek apjával, anyjával való kapcsolattartás az első körben a gyerekről szól. Mert különben nem mozaik családról beszélünk, hanem csak egy ex-kapcsolatról. És az megint másképp kezelendő. Itt azért akkor a gyerek érdekében kell olyan döntéseket meghozni, ami adott esetben a másik félnek nem biztos, hogy túl kellemes. De nyilván, hogyha valaki vállalja a mozaik családot, akkor ezt érdemes elfogadni, hogy ez jól működjön, ha jól értem, amit mond. Ez így van, és hogyha a felek között megvan a bizalom, akkor nem gondolom, hogy ez annyira vészes lenne. Tehát, hogyha én bízom benned, és te bízol bennem, és meg se fordul a fejemben az, hogy állandóan attól rettegek, hogy ez a kettőnk kapcsolatára milyen hatással lesz, hogy jaj, majd biztos visszamegy hozzá, vagy nem tudom, mi történik kettőjük között. Talán ez az alap lenne, nem? Igen, tehát, hogy ha mondhatjuk azt, hogy ténylegesen a mozaik család szabályai, mert van egy pár ilyen elv, ha nevezhetjük szabálynak, akkor szerintem ez a nulladik lenne, hogy csak tiszta lappal érdemes belemenni egy ilyen kapcsolatba. Egészen addig, amíg érzelmileg ezer szállal kötődünk, mert az rendben van, hogy amíg van egy közös gyerekünk, amíg élünk, tehát kötődünk valamilyen szinten egymáshoz, de amíg még érzelmileg is kötődünk, meg még gondolatban és lélekben hozzátartozunk, addig nagyon nehéz az energiánkat arra fordítani, hogy működtessünk egy másik kapcsolatot. Ha valahol még itt el vagyunk egy kicsit köteleződve. Az mennyire jellemző egyébként, hogy a mozaik család két szülő párja mondjuk ki hol tart az ex-el való elválásban, a lelki folyamat tekintetében, a lezárásban? Ez számít-e ilyenkor? Persze, hogy számít, és azok a kapcsolatok tudnak jobban vagy jól működni, ahol a felek azonos szinten vannak ebben, az elengedésben. Tehát ha megtanultam nélküle élni, megtanultam, tudomásul vettem, ez van, levontam a konzekvenciát, tovább lépni. Ha még ezer szállal és érzelmileg én még oda kötődöm, akkor én azt gondolom, hogy az úgy nem, tehát hogy nagyon nem jó. Említette akkor a mozaik családnak a szabályait, az irányelveit. Mi van még, amiről még nem beszéltünk, és nagyon fontos lenne? Hát én azt gondolom, hogy nagyjából mindet érintettük. A legfontosabbakat mindenképpen. A családi ünnepek szokott még egy ilyen, de arról is beszéltünk, ez szokott még egy ilyen nagy surlódás lenni, mert itt nem egy, kettő, három, négy emberhez kell alkalmazkodni, hanem adott esetben alkalmazkodni kell két pár szülőhöz, négy nagy szülőhöz, vagy még többhöz. Tehát, hogy itt is, hogyha lefektethetünk egy szabályt, akkor az az, hogy kommunikáljunk.
Ez talán minden kapcsolatra érvényes. Igen, és ez most nem csak a mozaik családra, hanem általában az elvált szülőkre jellemző, hogy ne tekintsük azt valamiféle kompenzációnak. Itt volt nemrég a karácsony, maradjunk ennél az egy példánál, hogy csak az anya privilégiuma, hogy a gyerek vele töltse a karácsonyt. És nagyon sok konfliktus ebből adódik, hogy nem mehet el az apjához, például. Vagy fordítva, nem mehet el az anyjához, ha az apa neveli. Pláne, hogyha apának vagy anyának új párja is van. És ő nagyon sokszor még nálam is megfogalmazzák, hogy de ez nekem jár. Nem jár. Ugyanolyan teljes értékű szülője. Egyik is, másik is a gyereknek. És így meg kell tudni egyezni, és amikor egy ilyen mondat elhangzik, na ott lehet tudni, hogy ott érzelmileg nagyon-nagyon nincs rendben valami. És ott nem a gyerek. És hogy ez nem a gyerekről szól. Tehát nekem jár, tehát azt jelenti, hogy ez rólam szól. Nem, messze nem arról szól, hogy a gyereknek milyen igényei lennének, és én ezt az ő igényeit ebben a tekintetben ki tudom-e szolgálni, vagy az ő biztonságérzetét, vagy neki mennyire van szüksége egyik szülőre, másik szülőre. És azt gondolom, hogy ez is egy ilyen szabály, ha már itt tartunk, hogy elfogadni azt a tényt, hogy az én gyerekem esetleg ragaszkodhat az exemnek a jelenlegi párjához. Ez is egy szeretheti. Probléma. Hát hogyne? Hát hány szülő nem tudja ezt elviselni? Van olyan gyerek, aki nem beszélhet otthon apának, anyának a jelenlegi párjáról. Mert hogy egy rosszul értelmezett lojalitás a gyerekben. Tehát ő tudja, nincs kimondva, de tudja, hogy nem mondhatom el. Sőt, még az is lehet, hogy olyat fogok mondani, amiről azt gondolom, hogy anya vagy apa hallani akarja. Azt nagyon hiszem, felnőttnek kell lenni ehhez a játékhoz, amit mozaik családnak nevezünk. Nem egyszerű, de talán pont ezért, hogy a gyerekek érdekét szem előtt tartva megérheti ez a dolog, és akkor visszatérhetünk az elejére, hogy önnél már működik, nem is tudom, jó sok évet mondod, de elfelejtettem mennyit. 20 éve. Én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk. Az abszolút klasszikus felállás. Igen, működhethető. Amikor kicsit élcelődöm ezen a dolgon, azt szoktam mondani, hogy ami a mi családunkban nem történt meg, az nincs is. Pedig valószínű, hogy lehettek volna más történetek is, vagy akár durvábbak is, vagy szomorúbbak is. Nagy munka volt. Nagy munka volt ezt úgy összehozni, hogy működőképes legyen. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb elismerést az én gyerekemtől kaptuk, amikor azt mondta, hogy ha én férjhez megyek, azt szeretném, hogy engem apám és a nevelőapám együtt kísérjenek oltárhoz. Tehát, hogy ez egyfajta elismerése annak, hogy őt is befogadta apjának. Tehát, hogy pontosan tudja, hogy és nagyon jó kapcsolata van az édesapjával, de ugyanúgy sikerült kialakítani ezt a nevelőapjával is. És hogy én azt látom, hogy a közös gyerekünk nagyon sokat profitál ebből. És hogy nem, nincsenek, és el is mosódtak nálunk már ezek a határok, tehát hogy a férjem nem úgy hivatkozik az én lányomra, hogy a nevelt lányom, hanem azt mondja, hogy a lányom. Aki tudja, tudja, aki nem, meg valószínűleg nem tartozik rá, tehát hogy nem fontos ezt kiemelni. És a lányom sem azt szokta mondani, hogy a nevelő apám. Tehát nem nincs külön ez itt kiemelve. Nyerhetnek is vele, hát így akkor két édesapja van. Ha jól csináljuk, akkor azt gondolom, hogy a gyerekek azért profitálnak ebből, mert egyrészt több mintát látnak. Ez olyan, mint amikor a szeretet nem feleződik, hanem sokszorozódik. Tehát, hogy itt is jó nekem, ott is jó nekem, meg valahol középen is jó nekem. Tehát, hogy egy tapasztalattal, egy érzéssel, egy pozitív mintával több. Tehát, hogy nem kell ebbe sem belerokkanni, nem kell ebbe sérülni. Szülőként érdemes arra odafigyelni, hogyha azt látjuk, hogy ez nem működik, nem tud működni, nem működthethető, akár az én gyengeségeim miatt, vagy rajtam kívülálló okok miatt, akkor nem biztos, hogy erőltetni kell. De ez egyébként egy teljesen hétköznapi, normál kapcsolatra is ugyanúgy érvényes, hogyha úgy érzem, hogy nem megy, akkor kiszállok belőle. Tehát amikor már destruktívvá válik, és nem konstruktív számomra az a valami, és mondom, ez nem csak a mozaik családra igaz, akkor kiszállok belőle. De hát ezt tudjuk, hogy nem minden, tehát nem ennyire egyszerű, és van, aki ezt nem tudja megtenni. Mindenki azzal él, gyakorlatilag, amilyen van, és mindenkinek, mi terapeuták abban segítünk, amiben szeretné, hogy segítsünk. Ha valaki abban kér segítséget, hogy elviselje és benne maradjon, abban segítünk. Ha valakinek abban kell segítség, hogy kiszálljon, akkor abban kap segítséget.
legközelebb szerintem innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és mindezt megosztotta velünk. Két hét múlva lesz legközelebb Úton magazin. Kérem önöket, hogy tartsanak akkor is velünk. Szerintem megéri. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!